látszat néha csal. Ismerős a mondás, ugye? Azok, akik felkerekednek és elindulnak, hogy felfedezzék Magyarország kincseit, előfordulhat, hogy betérve egy kis faluba a természet ölelését, csöndes kis házakat találnak is még valamit, ami a nagyvárosok pörgésével is könnyedén felveszi a versenyt. Útunk ezúttal egy ilyen helyre vezetett, és továbbra is a legszebb települést keressük, a kérdés már csak az, hogy jó helyen járunk-e. Reményeim szerint nagyon-nagyon jó helyen járnak. Nyugat-Nógrád kapujában, Börzsönytől kevés távolságra, Budapesttől 50 kilométerre egy órás autóúton megközelíthető csodálatos kis településen járnak. 700 fő állandó lakossal rendelkezik ez a kis település. A mi életünk igazából egy 8 hektáros, közel 8 hektáros tóról szól, amit az őseink tengerszemnek neveztek el. Mégpedig azért nevezték tengerszemnek, mert a legenda szerint ez a tó biztos, hogy össze van kötve a föld alatt a tengerrel, mert akármennyi csapadék volt, soha nem áradt ki, és nagy szárazsága idején pedig természetesen nem száradt ki. Bánk egyik vitathatatlan különlegessége magában a lakosságban rejlik, akik itt is laknak, meg nem is. Az elődeink is felismerték ennek turisztikai jelentőségét, és több mint négy évtizede elindítottak egy üdülő telke kialakítását a tó feletti domboldalon. Nyár folyamán ez a település megtelik élettel, és éppen ezért ez a 700 fős állandó lakos minimum megduplázódik, de egy forró nyári hétvégén, vagy egy rendezvény keretén belül eléri a 3000 főt is az a vendégszám, ami itt a településenken megfordul. Bánk, mint megtudtuk, különösen szívén viseli az itt üdülőket. Ezért is lehet az, hogy még más településen évente egy falugyűlést tartanak, itt kettő van. Egy helyben, egy pedig az időszaki lakóknak. Most sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért nyaral ennyi ember itt. Elárulok egy titkot, Bánkot nem csak a csönd és a harmónia miatt szeretik. Büszkén mondjuk és dicsekszünk vele, hogy közel 3 évtizede minden nyár folyamán van Bánkon egy úgynevezett bánki nyár rendezvény sorozat. Biztos, hogy ha sokan hallják ezt a szót, akkor az ötődik fel bennük, hogy igenis egy olyan rendezvény sorozat, ahova érdemes eljönni. Változatos műsorokat szolgálunk az ide látogatóknak. Ennek a bánki nyár rendezvény keretén belül vannak már meghatározott úgynevezett hétvégék, ilyenek például, egy kettőt-hármat hagyj említsek, a Jazz Fesztivál, amit a Tóhoter rendezésében kerül megrendezésre minden évben, jövőre már a 10. alkalommal kerül megrendezésre a Jazz Fesztivál, és bátran mondhatom és büszkén mondhatom, hogy ez most már nem csak határon belül, hanem határon túl is egy olyan rendezvény, ahol külföldről is jönnek el a rendezvényre. Valljuk be, a rendezvények sikerességéhez nagyban hozzájárul a díszlet is, ami adott esetben nem egy emberek által kivitelezett hangversenyterem, annál jóval impozánsabb. Én azt gondolom, hogy országosan is egy kiemelt jelentésű tó, hisz ez egy természetes víz, tehát nem külső források táplálják, a saját forrásai táplálják, természetes tavon kevés van eleve az országba. Nem azonos azzal a víztározókkal, amik most épülnek országszerte, tehát ez egy természeti kincs, úgy mondhatnám. A tengerszemének nevezték, egy csodálatos környezetben lévő tó, ami fürdésre és horgászásra egyaránt alkalmas. Nyáron a fürdőzők nagy szeretettel látogatják, hétvégeken több ezre vannak a Bánki tónál, és ugyancsak jellemző a horgászat szeretete. A Bánki Horgász Egyesület egy nagyon-nagyon régi horgász egyesület, 1946-ban alapították, és azóta rengeteg tagja volt, és rengeteg ifjú horgász nőtt fel a Bánki tó mellett, itt szerették meg a horgászatnak az örömeit. 54 kiépítés stégünk van a Bánki tó partján, tehát nagyon-nagyon kultúráltan meg van csinálva, ezek egyforma stégek. A természeti kincsek és a programok pedig nem konganak az ürességtől Bánkon. Az ide látogató turisták pedig megnyugodhatnak, fel vannak rájuk készülve.
Az ötlet úgy indult be, hogy 2002-ben a tulajdonosok lejöttek ide bánkra, és megtetszett a hely, megtetszett a szállodának azon része, hogy mit is lehetne ebből kihozni. Majd a gondolatokat tettek, követték, úgyhogy elkezdődött a 2002-ben az első ütem a szállodának. 21 szobával indult, és idén novemberben lesz a szálloda 10 éves, úgyhogy egy jubileumi évre készülünk. Azok, akik mondjuk kicsit rosszabb időben érkeznek a településre, sem kell, hogy elszomorodjanak. A szálloda, mivel egy wellness szállodáról beszélünk, hál' Istennek a napjainkban már, és ennek megfelelően a célközönség azon vendégekből áll, akik szeretnek, úgy gondolom, minden tekintetben teljes kikapcsolódást élvezni. Úgy a wellness részleggel, valamint ez a gasztronómiával is együtt meg tudjuk valósítani. És ha bánk, nem is szó szerint a világ közepe, nem csak a szomszédból érkeznek ide kikapcsolódni vágyók. Én úgy gondolom, hogy egész Magyarországról már lehet elmondani, hogy a Tow Hotel ebben a 10 év alatt elért arra szinten, hogy ismerté vált a neve, és ez nem csak a határon belül, hanem határon túl is. Jó néhány külföldi vendég éjszakát tudhatunk magunkévá, és ez ugyanom azt bizonyítja, hogy a külföldi vendégeknek az igényének is meg tudunk felelni. Persze, akik a luxus helyett a családiasabb környezetre vágynak, is nyugodtan vegyék célba bánkot, meg fogják találni számításaikat. A vendégkör, amit mi megcélzünk, az nem a wellness irányzatában ment el, hanem a családi vendéglátás, a családi vidéki vendéglátásnak a része. Tehát ahhoz, hogy egy vendéglátóhely, mint panzió is jól működjön, minimum 8 szobával kell elindítani, akkor tudunk kisebb rendezvényeknek a szállodai igényét is kielégíteni, családi rendezvények, osztálytalálkozók, egyéb hasonló. Miután láttuk, hogy erre több a szükség, mint amennyi, ezáltal lett a szobák száma 12. Bánk páratlan természeti kincseivel rabul egy, és nem csak egyszer. Börzsöny lábánál vagyunk, hogy a Dunakanyar szívében vagyunk, és az ország részéből nagyon sokan kíváncsiak. Nagyon sok vendégünk érkezik Békés megye, Csongrád, Szentes. Ami nagyon jó, hogy tudunk olyan szolgáltatást nyújtani a családoknak és az üdülő vendégeinek, hogy jó érzékét magukat. Csak itt a látványosság, a váromoktól, a tó, a hegy maga a látványa, a levegő, ami nagyon sokat számít, ami nagyon-nagyon sokat számít. Érezhetően másképp mennek haza, mint ahogy ide érkeznek, 3-4 nap eltelte után is, és visszajárnak. És visszajárnak az ismerőseik, a rokonaik, a barátaik. És hogy versenyezhet egy kis panzió a nagyokkal? Azok a dolgozók, akik itt vannak nálunk, azok gyakorlatilag a tanuló idejéket is itt töltötték. Tehát a panzió 22 éve épült, és itt van olyan szakács, aki 22 éve itt dolgozik, és van olyan pincér, aki már itt volt tanuló nálunk, tehát mondjuk 18-19 éve van itt. Tehát így építjük föl azt, amit megtanítottunk nekik, azt vissza is tudjuk kérni tőlük, mert vissza tudják adni, és gyakorlatilag mindenkinek rugalmasan működik a munkahelye, mert biciklivel jön dolgozni. Tehát ez nagyon sokat számít. Ha pedig turizmusról beszélünk, bánk ezzel nem kezdő módján foglalkozik. Az RTDM Nonprofit Kft. Az most már 2,5 évvel ezelőtt alakult, kifejezetten azért, hogy menedzsment célzattal összefogja a különböző települések, a térség turisztikai szolgáltatóit, annak érdekében, hogy egy összehangolt turisztikai munka valósul meg. Az összefogás egyik iskola példája például ez az igen érdekes külsejű tábor, amivel nem túl sok település büszkélkedhet. A tábor neve Ökoland tábor, én azt gondolom, hogy a név is maga igyekszik tükrözni azt, ahogy szoktuk mondani, a név kötelez, igyekszik tükrözni azt, amit valójában meg szeretnénk testesíteni. Elsődlegesen ökoturisztikai szolgáltatásokat kívánunk nyújtani, részben gyerekek, részben pedig a felnőtt közönség számára. A tábor alapvetően faépületekből áll,
és különböző olyan szolgáltató épületeket alakítottunk ki benne, itt, mint például, ami mögöttünk látszik, ilyen gyúrtaformájú épületek, mindegyik egyébként téliesített, ahol például kézműves foglalkozásokat, helyi kismesterségeket lehet praktizálni, gyakorolni. Tervezzük azt, hogy helyi kisebb vásárokat indítunk el. Ezen túlmenően a szállásépületeink is olyan faházak, amelyek mind színvonalas faházként, mind gyermekek, mind pedig felnőttek kiszolgálására alkalmas. A környezettudatosság, a hagyományok őrzése, hagyományos eszközök, népi kismesterségekkel kapcsolatos dolgok azok, amelyek a gondolatvilágunk hátterébe állnak. Bánk értékeit nem csak a turizmusa és környezete jelenti, hanem az itt lakók, akik talán túlzásnak tűnhet, de magukban hordozzák a történelmet. Ami a falu esetében első olvasatra nem tűnik túl vidámnak, mégis örömtelivé vált. A törökök Magyarországon lévő jelenléte után kihalt a falu, és akkor szlovákokat telepítettek ide. Tehát ez idő óta gondoljuk azt, hogy a falu történetéről érdemes tudni, és ez a kettőség jellemzi a falut, a szlovákok és a magyarok együttléte. Nagyon sokáig csak szlováknak definiálták, és innen számít a létünk. Bánk sem úszhatta meg a történelem nagy zivatarait, de sosem csüggett el. Emlékeznek ugye az üdülők népére. A település aranykorát pont nekik köszönheti. 45 után ez véget ért. És akkor itt is volt termelőszövetkezet, és mindenféle, ahogy már Magyarországon volt. Amit én nagy előrelépésnek találok, az, amikor itt Bánkon létrehozták ezt az üdülőtelepet, ahol nagyon sok terek parcellázásra került, és az én megítélésem szerint ez a 70-es években volt, amikor teljesen új hullám kezdődött ezzel. Az ő kapcsolatrendszerük és a jelenlétük, nem csak a fogyasztásuk, hanem a turizmus felpestítése, a helyieknek a munkaadás lehetősége, hiszen itt építhetett. Számomra, hogy visszagondoltam, az egy nagyon nagy húzó erő lehetett, hogy érdemes volt ácsnak, villanyszerelőnek, vízvezető szerelőnek tanulni, mert hiszen itt folyamatos volt az építkezés. A történelem egyik mementója ez a templom, ami az egyetlen a faluban, és bár most sokan rögtön rávágják, hogy persze katolikus, de ők tévednek. Bánk ugyanis evangélikus település. Bánk volt a legelső, ahol ilyen tehát gyülekezet volt. A bánki az egy anyai gyülekezet volt, a többi leány gyülekezet. Tehát ide jártak Felső-Petényből, Nógrádból, Verőcéről, Nagy-Orosziból, hát és több helyről, tehát összesen olyan 1791 fő, akik általában, amikor ide jöttek, tehát úrvacsora vétellel is éltek. Bánk elkezdett fejlődni, és mint az ilyen, kinőtte templomát. Küldöttség ment Mária Teréziához Bécsbe, hogy engedélyt kérjenek tőle az új templom építésére. Tehát ez a templom, azt mondja, hogy 1781-ben mentek kérni, 82-ben kapták meg az engedélyt, és 83 elején kezdték el a templom építését, tehát ezt a templomot, és 1784-ben pedig nyarán készen lett a templom, úgyhogy augusztus 11-én volt a megszentelése. Oltárképe a keresztfán megfeszített Krisztust ábrázolja, fölötte a Szent Lelket szimbolizáló galambbal és az Atya dicsőségét ábrázoló felhőkön áttörő fénysugarakkal. Azonban eredetileg itt egy másik oltár állt, egy ma már ritkaságnak számító három bibliai részt megjelenítő fafaragás.
Ennek egyik darabját a település mind a mai napig őrzi, csak úgy, mint hitéletét. Mostanában hát olyan 350 fő 400 körül mozog. Most ebből, akik tehát úgy, hogy járnak a templomba, tehát felváltva, átlagba olyan 60-70-en, de viszont amikor nagyobb ünnepek vannak, akkor 100-on felül is, tehát és hogyha például Ádám Éva estéjén tömve van a templom. Mama, mnie sa cigán páči, lebo ten má čierne oči, čierne oči, kučeravie vlasy. És ha már annyit beszéltünk a szlovák gyökerekről, semmiféleképpen sem szabad arról megfeledkeznünk, hogy nem csak benépesítették a települést, kulturálisan is színesebbé tették. Itt a nagymamák az unokákkal együtt vesznek részt a rendezvényeken, a táncokban, a dalok tanulásában, és így egyre több fiatal mondhatjuk azt, hogy kedvet kap, hogy közénk jöjjön, és velünk együtt megőrizze ezeket a régi hagyományokat, dalokat. Ez nagyon sok pozitívummal jár, én úgy gondolom, mert eleve az, hogy csapatban vagyunk, tehát együtt vagyunk, nem rohanunk el egymás mellett, hanem együtt készülünk a fellépésekre, együtt elevenítjük fel a régi hagyományokat, és ezáltal is visszahozzuk a régmúltat, ahol a szüleink, nagyszüleink még együtt töltötték a vasárnap délutánokat, együtt jártak a bálba, és közösen, nem elszaladva, elrohanva egymás mellett. Bánk pedig nem csak a jazz fesztiváljáról híres, itt rendezik meg minden évben a nemzetiségi találkozót is. Azt már tudjuk, hogy Bánkon van tó, fesztivál, találkozó, de azt azért még nem tudjuk, hogy milyen is az élet a településen. Körbejártunk a faluban és beszédbe elegyedtünk a lakosokkal, mert kíváncsiak voltunk, ők hogyan látják Bánkot. Tanuló koromban 1952-ben mentem föl Újpestre, ott voltam ipari tanuló, és hát aztán építőiparban dolgoztam, kőműves a szakmám, és építettünk Pestimrén egy kertes házat, családi házat, utána váltottunk, azt eladtuk, aztán Újpesten vettünk egy meglévőt, arra rátettünk egy szintet, és akkor oda költöztek már a fiamék is, feleségével, gyerekekkel, és 1996-ban költöztünk ide vissza Bánkra. Budai János kertjében most is roskadoznak a fák a terméstől, ezzel pedig ugye nem csoda, ha nem tudott versenyezni Budapest. Budapestet nem tudtam megszokni, itt születtünk mind a ketten a feleségemmel, és vonzott bennünket a vidék, a falu, és úgy döntöttünk, hogy hát ahol, ha már itt születtünk, akkor ide jövünk vissza. Amikor ezt megvettük, akkor ez még szántó volt, 1992-ben, azóta összközműves az utca, a házak, minden kényelem megvan. Emlékeznek a templomra, és rajta az órára? Ez az egyik bánki lakoshoz köthető, ugyanis itt él az ország egyik leghíresebb órásmestere. Ő adományozta a mai napig tökéletesen pontos szerkezetet. Én az órás szakmát tulajdonképpen örököltem, mert édesapám is órás volt, édesanyám is órás volt, sőt ő volt Magyarország első órásmesternője, és mi a Králik fia céget örököltük tulajdonképpen, tehát onnan került a családba az órás szakma. És tulajdonképpen ezt a hagyományt folytattam igazából. Bánkra először csak mint üdülőként látogattam ebbe a szép falura, de aztán mivel ilyen szép nyugalmas helyen van a bánk, így
eladtuk az üdülőt, meg a pesti lakást, és úgy kerültünk Bánkra. Amikor azt mondtam, hogy az ország egyik leghíresebb órásmestere Vályi Huba, azt hiszem nem túloztam. Hát alapvetően ugye a Magyarországon lévő órásokat, mivel már 1962 óra óta én tanítom, hát nagyjából ismernek, mint pedagógust, és mióta nyugdíj vagyok, azóta is most már felnőtt képzési rendszerben végezzük tovább a szakmai oktatást. Hát gyakorlatilag, mint igazságügyi szakértő is tevékenykedek, és ennek következtében adódik az, hogy hát külföldi partnerekkel is fölvettük a kapcsolatot. De nem lenne teljes a kép Bánkról, ha az üdülők közül nem kérdeznénk meg valakit. Felkerekedtünk hát és felmentünk a hegyre. 40 évvel ezelőtt a férjemmel itt kempingeztünk, ilyen vad kemping volt még csak akkor, és hát rettenetesen megtetszett ez a hely. És 1983-ban vettük ezt a kis nyaralót, tehát most már közel 30 éve, és hát amióta nyugdíjban vagyok, 6 éve, azóta hát nagyon sok időmet itt töltöm, és nagyon szeretek itt lenni. Most senki se a megszokott vikend házas életformára gondoljon, ugyanis itt mindenki szorosan kapcsolódik a településhez. Én már lejöttem áprilisba, és hát egy minden hónapban egy-egy napra hazamegyek, ugye el kell intézni a csekkeket. Mikor visszamegyek a városba, csak úgy tudom érzékeltetni, és hogy végigmentem az Andrássy úton, és a körúton, és az az őrült zaj, meg az a rossz levegő, hát én azt mondtam, hogy ez valami csoda, és Isten őriz, ameddig csak lehet, itt kell lenni. Bánki utazásunk végéhez értünk. Azt, hogy a település elnyeri a legszebb címet egyelőre nem tudjuk. Hogy mindez kiderüljön, tartsanak velünk legközelebb is. Támogatunk a Magyar Piac Szövetkezet Ligettéri Piaca.